Eredményes projektzárás. Sikeres volt a Vármegyei Önkormányzat több éves programsorozata. A Vármegye napja. Hajdúbihar ünnepi gálaestje a Csokonai Fórumban. Fények éjszakája. Hajdúsámsonban is járt a Vármegye épületre vetített látványos fényjátéka. Köszöntöm a kedves nézőket, ez a Megyei Tükör, a Debrecen Televízió hajdúbihari témákkal foglalkozó magazinműsora. Eredményes és sikeres volt a Vármegye önkormányzatának a Hajdú hagyományok nyomában elnevezésű projektje. A 2019-ben indult programsorozatban egyebek mellett hagyományőrző rendezvények, családi és gyereknapok, kultúrestek és látványos fényfestések is helyet kaptak. Összesen több mint 130 ezer hajdúbihari vett részt a projekt programjain. Népdalokat énekeltek a Bárándon táborozó gyerekek kézműveskedés közben. A kreativitásukra volt bízva, hogy mit hoznak ki a rendelkezésükre álló alapanyagokból. A hagyományőrző alkotótábor a kézműveskedés mellett játékos, interaktív feladatokkal, sőt kirándulásokkal is várta az általános iskolásokat. Változatos volt a program tematikája, minden gyerektábort a helyi adottságok figyelembevételével szervezett meg a Vármegyei Önkormányzat. Nagyon népszerűek voltak a táboraink, a népismereti táboraink, ezt 15 alkalommal tartottunk táborokat, a táborokon körülbelül 20 fő vett részt. Igyekeztünk olyan településeken megvalósítani ezeket a táborokat, ahol tudtuk, hogy nagy igény van rá, vagy hátrányos helyzetű gyermekek száma igen magas volt, vagy pedig nem tudták a szülők ugye elhelyezni a gyerekeket. De ezek a táborok nem csak egy gyerekmegőrzők voltak, hanem itt szakmai programok voltak, tehát tánctanulás, néptánctanulás, kézműves tevékenységek. Szent Martin szakszofon és Pán Zsib művész előadásait 10 helyszínen csak nem 500-an tekintették meg. Az előadó művész mindig az alkalomhoz és a helyszínhez igazította a műsorát. Így például Nyiradonyban szakszofonos imádságot is hallhatott a közönség. Operettestet a Vármegye 14 településén rendeztek. Ezeken felléptek többek között a Debreceni Csokonai Színház művészei, a Valcertán stúdió táncosai, valamint Dancs Anna Mari operettének és Varga Miklós énekes is. Elsősorban olyan élményeket, olyan programokat akartunk megvalósítani, amelyeket úgy éreztük, hogy hiánypótló a településeken, hiszen a helyi kulturális élet, a helyi falunapok világában szerettünk volna egyfajta innovációt bevinni. Nagyon sok olyan rendezvényünk volt, ami gyakorlatilag az óvodáskortól egészen a nyugdíjas korig terjedt. Mindenféle, vagy minden korcsoportnak megfelelően igyekeztünk a igényeit kielégíteni. Ebben természetesen nagyon fontos volt, hogy mindig inspiráló legyen. A nagy rendezvények mellett kisebb, de szintén sok érdeklődőt vonzó családi napokat és gyereknapokat is tartottak Vármegye szerte. 116 ilyen rendezvény valósult meg az elmúlt időszakban Hajdúbiharban, többek között Nyírábrányban és Újtikoson. A Hajdú hagyományok nyomában elnevezésű projekt részeként több száz rendezvényt szervezett a Vármegye önkormányzata, így Hajdúbihar mind a 82 településére jutott színvonalas kulturális program. Ezeken a településeken nem csak a települések vezetői, az intézmények, a civil közösségek, hanem a lakosok is tevékeny részesei voltak programjainknak. 504 alkalommal szerveztünk programot, amin közel 130 ezer résztvevő volt. Nagyon sokféle tevékenységet végeztünk, ezeket a tevékenységeket egy előzetes igényfelmérés előzte meg, de mindig igazodtunk a lakosság igényekhez. Különböző programok, érdekes gyerekeknek, tehát a kicsiktől a nagyokig mindenki megtalálhatta a magának megfelelő programelemet. Az egyik leginnovatívabb programelem a fényfestés volt. A Vármegye egy-egy ikonikus épületére szerkesztett 8 perces, háromdimenziós animációs kisfilmet 13 helyen vetítettek le hozzáillő zene kíséretében. A filmek Hajdúbihar hagyományos motívumait, természeti kincseit és a pásztor élet szépségeit mutatta be. A látványos kreatív esti programokkal az épületek adottságainak kiemelése volt a Vármegyei Önkormányzatnak a célja. Azt mondhatom, hogy az elmúlt néhány hónapban volt olyan nap, amikor napi 4-5 rendezvényt is sikerült megvalósítani.
Ezt úgy tudtuk megoldani, hogy a helyi önkormányzatokkal együttműködve gyakorlatilag nem a vármegye önkormányzat vállapjára kell tenni a csillagokat, hanem azokra az együttműködő szervezetekre, akik segítettek nekünk helyben, egyrészt az igények felmérésében, másrészt a programok megvalósításában élményt tudtunk adni az embereknek, és azt látjuk, hogy erre nagyon komoly igény van. A vármegyei önkormányzat jövőre szeretné folytatni a projektet. A tervek szerint kiemelt szerepet kapnak majd a hátrányos helyzetűeket megszólító hajdubihari települési programok. A folytatásban felidézünk néhányat a Hajdú hagyományok nyomában című projekt legemlékezetesebb programjai közül. Elsőként a Vármegye napjáról lesz szó, amelyet nagyszabású gálaestel ünnepelt Hajdú-Bihar Vármegye önkormányzata november 22-én, a Hajdú kerület 1698-as megalakulásának évfordulóján. A Csokonai Fórumban tartott rendezvényen Pajna Zoltán a Vármegyei önkormányzat elnöke hangsúlyozta: Hajdú-Bihar több évszázados értékei napjainkban is a vármegye fejlődésének és az itt élők összetartozásának az alapját képezik. Kettős jubileumot ünnepel Hajdú-Bihar. 325 éve jött létre a vármegye önkormányzatának első közigazgatási jogelődje a Hajdú kerület, és 20 éve közös ünnepünk a vármegye napja, mondta Pajna Zoltán. A vármegyei önkormányzat elnöke hangsúlyozta: Hajdú-Bihar múltja gazdag és ma is érvényes értékeket hordoz. A lovagi eszmény, a bátorság erénye, a szabadság szeretete és a polgári gondolatiság mind-mind olyan érték, amelyet Hajdú-Bihar vármegye önkormányzata ma is magáinak val. Ezek mentén képviseljük és fejlesztjük a vármegye településeit, melyekkel az értékazonosság köt össze bennünket. A mai kettős évfordulón gondoljuk hát közösen értékeinkre, melyek erősítenek meg bennünket az összetartozásban, hogy a jövőben olyan együttes sikereket érhessünk el, melyekre eredményekben gazdag múltunk is predesztinál. Debrecen Hajdú-Biharban betöltött meghatározó szerepéről beszélt köszöntőjében Rácz Róbert. A vármegyei kormányhivatal főispánja hangsúlyozta: Hajdú-Bihar több mint félmillió polgára magáénak érezheti Debrecent, amelynek fejlődése mind a 82 hajdú-bihari település számára lehetőséget jelent. Higgyünk egymásban és egymásnak. Bízzunk a közös sikerben, és ne lökjük el magunktól zsigerből azt a lehetőséget, amit most elén sodort a jó sors és a kedvező szél. A magyar kormány stratégiai szándéka a térségünk évszázados lemaradottságának érzését és valóságát bezárni a múlt faliszekrényébe. Itt akar fejlesztéseket megvalósítani, itt épít utakat, itt teremti meg a 21. század modern zöld energiaiparának a lehetőségét. Debrecen szerves része a vármegyének, jelentette ki Pap László. A polgármester hangsúlyozta: a hajdú-bihari települések közötti összefogás hagyománya olyan megtartó erő, ami több mint 400 éve alapvető közös értékünk. A hajdúvárosokat és Debrecent is jellemzi, hogy nincs jól védhető vára, várfala vagy bástyája. Ám a közös hiten és meggyőződésen, mint biztos fundamentumon alapuló közös gazdasági és történelmi gyökerek tartották meg máig ezt az erős összefogást. Ez a szoros együttműködés tette lehetővé az egész régiónk számára az előrejutást, mára pedig az egész országban, sőt az egész Kárpát-medencében meghatározó vezető szerepet. Brahms első magyar táncával kezdődött a koncert a Vármegye napján. Mága Zoltán Liszt-díjas hegedű művész és zenekara adott ünnepi hangversenyt a gálaesten, amit a Hajdú hagyományok nyomában című projekt részeként rendeztek meg a Csokonai Fórumban. Thank you.
Hajdú Sámsonban járt a Fények éjszakája júliusban. Az épületre vetített látványos fényjátékot csaknem 3000-en csodálták meg. A Hajdúbihar értékeit felvillantó animációs filmet ezúttal a Vármegyei Önkormányzat projektmegvalósító csoportjának tagja, Kapusi József kreatív kollégán készítette. Ámulattal nézték a mutatós fényjátékot kicsik és nagyok múlt hétvégén Hajdúsámson központjában. Míg a felnőttek telefont ragadtak a kezükbe és videózták, a fiatalok lélegzett visszafojtva figyelték a 9 perces műsort. Mi ide csak a kintire érkeztünk ide 9 óra pár perckor, szerencsére kicsit késett az előadás, mi szerencsénkre, de nagyon tetszett az egész, nem tudjuk eldönteni, melyik volt a legjobb. A fénysó mellett koncert, táncos bemutatók és egyéb zenés produkciók is tarkították a programot, azonban a legtöbbeket az este fénypontja, vagyis a fényfestés vonzott az utcára. Tobágy gémes kúdukója és a 9 lyukú híd is feltűnt a település impozáns épületére a városházára vetített fényjátékban, amely látványos módon a megye helyi értékeit, történelmét és legendáit dolgozza fel. Ez volt az első olyan fénysó, amelyet a Hajdúbihar Vármegyei Önkormányzat program megvalósító csoportja önállóan készített. A filmet ennek a csapatnak a technikusa és egyben kollégán Kapusi József tervezte és készítette el. Ez a vetítés most 3 hét alatt készült el, ez igazából egy rapid tempóban készült anyag volt. Az elemeket többé-kevésbé kaptam, tehát igazából voltak már korábbi vetítések, dolgoztunk egy pesti kollégákkal, őktőlük kaptam bizonyos grafikai alapokat, viszont abba szabad kezet kaptam, hogy ezeket hogy építem be a magába ebbe a vetítésbe, amit most láttatok. Igazából rengeteg munka volt, több éjszaka volt, ami elment ezzel, de szerintem látványos volt. A vetítést a Sárkánylányok tűzzsonglőr csapatának lenyűgöző előadása. Valamint a Les Dance Tánc és Sport Egyesület táncosainak különleges műsora színesítette. A Fények éjszakája elnevezésű program a Hajdú Hagyományok Nyomában című projekt egyik fontos eleme, melynek elsődleges célja, hogy a vármegyében élők jól érezzék magukat, ezzel növelve a település lakosság megtartó erejét. Látható, hogy a Hajdú Hagyományok Nyomában rendezvénysorozat nagy sikerű esemény, mindenhol telt ház vagy telt főtérek vannak, és azt gondolom, hogy szükség van rá, mert ebben a mai világban, ha kielkapaszkodó, akkor az, ami egybe tart bennünket, és itt láttuk a kisfilmeken is, azok az elemek, azok a magyar motivumok, azok mindenkinek a szívhez közel állnak, tehát minden egyes eleme a rendezvénynek arra mindenképpen jó, hogy egybe tartson bennünket, és megerősítse bennünk, hogy igen, komoly értékeink vannak, legjobb érték pedig mi magunk vagyunk, ez a közösség. Az épületvetítést csaknem 3000-en csodálták meg, melynek középpontjában a hagyományok megőrzése, átörökítése és a közösségépítés kapott helyet. Az elmúlt időszakban nagyon sok olyan rendezvényt szerveztünk, ami közösségi programokat jelent, a közösségi együtttartozást, és ez az egyik legfontosabb üzenete. Látszik, hogy az emberek ki vannak éhezve arra, hogy együtt legyenek. Egy kicsit ellentmond annak, hogy a Covid után ugye nagyon sok helyen bejött az a munkavégzés, hogy nem is kell bemenni, hanem akkor otthon a számítógépen mindent megcsinálunk, de én azt gondolom, mégiscsak annak kell győzni, hogy amikor meg szükséges, akkor kell a párbeszéd, kell ennek az embereknek a szemébe nézni, megfogni a kezét a barátoknak, itt vannak, és utána azt mondhatjuk, hogy egy közös élménybe vettünk részt. Az épület fényfestést a tervek szerint a Vármegye további településein is bemutatják majd. Verbunkostól volt hangos Derecske augusztus közepén. A 9000 lelkes kisvárosban 11. alkalommal rendeztek verbunk versenyt, amit most énekverseny is színesített.
A hagyományos programot idén kétnapos néptánc találkozóvá bővítették a Vármegye önkormányzatának támogatásával. Így táncolják a tyukodi magyar verbunkot, aki pedig előadta az nem más, mint a Derecskei Szivárvány néptánc együttesben táncoló Békési Ábel. A fiatal táncos először indult a szóló verbunkok versenyében. A verbunk versenyre először indultam, de miután ez egy korábbi táncanyagunk volt, így nem volt nehéz felkészülnöm belőle. Hát rendre járok táncházakba is, ahol azért előkerül a magyar verbunk, mint olyan. Ott azért tudtam rákészülni. Hát nem pont a verbunk versenyre, de magára a táncra igen. A kétnapos találkozóra 15 csoport, több mint 300 táncosa érkezett, köztük határon túliak is. A rendezvény középpontjában, ahogy az lenni szokott, a verbunk állt, ugyanis már több mint egy évtizede Derecske az otthona a versenynek. A hagyományőrző rendezvényt idén a Vármegyei Önkormányzatnak köszönhetően kibővítették. Derecskén nagyon régi időre, több évtizedes múltra tekint vissza a néptánc tanítás, a néptánc, a népzene szeretete, a táncházak, és 11. alkalommal került sor délelőtt a verbunk találkozóra, amire a Határtalan Barátságok jegyében határon innen és határon túlról szoktak csoportok érkezni, és most a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat támogatásának köszönhetően a Hajdú Hagyományok Nyomában projekt keretében egy néptánc találkozóra is, egy néptánc fesztiválra is sor kerülhetett. A hagyományőrző fesztiválon a népi kultúra megannyi formája megjelent. Gyerünk innen lakni, mert itt nem jó lakni, mert itt nem jó lakni, mert itt a csendőrök gyakran szoktak járni. A tánc mellett népdalének versenyt. Most egy ilyen egyes fonást készítek. És különleges hajfonó mustrát is rendeztek. A néptáncos kultúra része ugyanis, hogy a lányok egymásnak és maguknak is gyönyörű fonatokat készítenek. A Művelődési Központ Móré Mihály kiállító termében ezúttal a sláger az egyes vonás volt, de volt, aki egy-egy bonyolultabb technikát is megmutatott. Nagyon fontos, hogy legyen egy olyan közösség, több társcsoport van Derecskén, akik ebben gyakorlatilag házigazdaként vesznek részt, és ez a rendezvény tényleg a barátságról szól, tehát határon innen és túlról. Nagyon örülök, hogy ilyenkor eltűnnek a mobiltelefonok, és tényleg a közösségről szól, az együttmulatásról és táncolásról. Hát természetesen nekik megvan a közös pont, a tánc szeretete, illetve a hagyományok ápolása, és hát szerencsére emiatt, hogy már azért tényleg 11 alkalommal volt itt, a derecskei közösség nagyon szereti, több százan vonulnak ilyenkor a főtérre. A derecskeiek többféleképpen is elmélyülhettek a népi kultúrában. A Művelődési Központ udvarán például a helyi szűrrátét készítés csinyát-dinnyát is elsajátították az érdeklődők. Ennek itt olyan nagy értéke, hagyománya van, mert a Derecskén szűrszabó mesterek éltek, szűröket készítettek, rátétes szűröket, és a 60-as évek elején, tehát 60 évvel ezelőtt nem vásárolták a szűröket, és a derecskei Erdei Lajos szűrszabó mester, hogy megmentse a mintákat, azért kitalált tárgyakat, falvédőket, párnákat, futókat, szép lakástextíliákat, arra rávitte az ő által derecskeivé fejlesztett mintát, és azokon alkalmazta már a tárgyakon, tehát ő maga hozta létre, ezért mondhatjuk, hogy derecskei sajátosság. A látogatók emellett egy rövid időre fazekassá is válhattak, de az alkalomra felállított népi játszótéren is kikapcsolódhattak. Önök a Megyei Tükör adását látták. Új műsorral legközelebb januárban várjuk Önöket. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!